Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Október 17-én teli hold van. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó, erről beszámolok itt ezen a felvételen. Egy teli hold azt jelenti, hogy a nap és a hold szemben áll. A nap meg tudja világítani a holdat, ami számunkra látható. A teli hold az jelentheti azt, hogy valami tükröződik számunkra, kell a belső egyensúly, azon kívül, hogy bizonyos dolgokat tisztán látunk, különösen ami az érzelmeinket illeti. A hold az indiai asztrológia szerint, az indiai számítás szerint a határon van a halak jegye és a kós jegye között. Hozzá kell tennem azt, hogy az indiai asztrológia, ez a számítás egy nagyon precíz számítás, megbízható. Az indiai asztrológiánál vannak holdházak. Amikor ez a teli hold van abban a pillanatban, a hold még a Revati holdházban van a halak jegyében, ez az utolsó holdház. Az azt jelenti, hogy itt véget ér valami, vagy be tudunk valamit fejezni. És a hold áttér a kos jegyébe, áttér az asvini holdházba, ez az első holdház. Tehát az utolsó, a 27. holdházból áttér az első holdházba, az asvini holdházba, ami jelent egy új kezdetet. Az indiai mitológiában az asvini testvérek voltak, akiknél volt ilyen gyógyító erő. Az asvini holdháznak van egy gyógyító hatása. Tehát, ha beteg voltál, vagy valaki a környezetedben, akkor itt most megvan a gyógyító erő. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgozol, és lehet egy munkahelyi változás is, hiszen ez a holdház azon kívül a kos jegye utalhat egy új kezdetre. A nap a szemben van a mérleg jegyében, és az jelenti azt, hogy kell a belső nyugalom, kell a harmónia, a béke, nem csak ami a politikai eseményeket illeti, hanem a saját életünkben is fontos, hogy meglegyen a nyugalom, a béke, legyenek szép kapcsolatok, ami a barátságokat illeti, vagy családi kapcsolatok, de jelenti a párkapcsolatot is. Itt most tükröződik valami. Megvan a belső nyugalom. Megvan a lehetőség arra, hogy bizonyos dolgokat lezárjunk, ami eddig félreértésekhez vezetett, és hogy legyen egy új kezdet, ami lelkesít bennünket. Ezen a napon, ezen a teli hold napon Merkur bolygó közel van a naphoz. Az jelenti a cselekvéseket, a kommunikációt, itt most tudunk tisztázni bizonyos dolgokat, különösen ami a szépséget illeti, a kreatív tevékenységet, vagy egy kibékülés, és ez a beszélgetés kihathat a
párkapcsolatra is. Ezen a napon van egy Lilith energia. Lilith energia az aktiválja az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Ez tulajdonképpen a hold mozgásánál történik, ez a Lilith energia, és a hold az közel van most a mi földünkhöz. Az azt jelenti konkrétan, hogy aktiválja a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket, kihat az érzelmi világunkra, és mivel közel van a földhöz, ez az álom most megvalósítható. Összefoglalnám azt, hogy milyen témák vannak ennél a teli holdnál, mire hat ki a szertartás. Valamit le tudunk zárni, vagy befejezünk valamit. Végre fel tudunk lélegezni, mert valamit magunk után hagytuk. Miután lezártunk valamit, lesz egy új irány, lesz egy új kezdet, ami lelkesít bennünket. Ennek az energiának van gyógyító ereje. Ha ezen a területen dolgozol, akkor a munkahelyen javul a helyzet, vagy lesz egy új munkahelyi ajánlat. Ez az energia, ez a teli hold energia kihat a szépségre, hogy valamit megszépítünk magunk körül. Vagy van egy kreatív tevékenység. De ez a teli hold nagyon nagy hatással van a szerelemre is. Hogy itt most tisztázódnak bizonyos dolgok, megvan a közelség, megvan a bizalom, lesz egy új irány, lesznek közös tervek, és a kommunikáció segít abban, hogy bizonyos dolgokat megbeszéljünk egymással, és ez a találkozás, ez a beszélgetés, ez lelkesít bennünket, hiszen itt lesz egy új kezdet, ahol a tűz eleme hat, a hold a kos jegyében, és a tűz eleme az aktív, az lelkesít bennünket. Sőt, ami a párkapcsolatot illeti, a tűz eleme kihat a testi kapcsolatra is, hiszen nem csak a lelkesedést, hanem a szenvedélyeket is szimbolizálja. De ezen kívül megvan a harmónia és a beszélgetés is bizonyos tervekről. És ez volt a teli hold felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, ha jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!